Bolond Kati székely magyar népese. Volt egyszer egy ember, akinek egy olyan bolondos felesége volt, hogyha otthon pénzt talált, rögtön elküldötte minden haszontalanságra. Így az embernek mindig tudosnia kellett az asszony elől a pénzig. Mert hát nem tehetett róla, nem volt elég esze. Na, akkor is elvitte az ember a többfak közé a pénzig, s úgy ment el kapálni. Egyszer csak jár a gyűrűs. Gyűrű, tangyér, kiáltotta mennek ilyen álmon. Na, Kati kérdezte, több magért nem adnálni? De hogy is nem, adok én azért is. Hamar visszament Kati, felmerte a több magot egy zsákba, és kivitte a tányírosra. Na, a tányíros, amikor töltötte átul az ő zsákjába, meglátta benne a sok pénzt. Válogassál, itt a mennyedén akarsz, ami neked kell. Ezt is adja, meg ezt is adja. Válogatott Kati annyi edény, hogy erősen sokat. De is hordta, kezdte őket belagadni keleken a falra. Teli lett az egész fal tányérral. Egyszer utoljára, mikor már a kicsi csupor nem fér, mint mondta a tányérokra. Férkőzzetek, tányérok, hogy férjen a kicsi csupor is? Bezzeg a tányérok nem mozdultak. Még egyszer reákiáltam. Férkőzzetek, tányérok, mert hozok be egy nagy botot, s mind levernek. Hozott be egy nagy botot, s mind levert a tányérokat. Elakasztotta legelőre a kicsi csupra. Na, kedves kicsi csupra, most már férsz? Hát érkezett haza az ura. Nem tudott bemenni a sok cserépdől a botú. Teli volt az egész föld, mind törött tányérra. Jaj, Kati, Kati, bolond Kati, hát sose lesz esze, mit csináltál? Mit csináltam, ha még a tányéroknak se tudjak parancsolni? Vettem egy csomó tányér, s nézd, annak a kicsi csupornak már nem adtak helyet. Én kiáltottam, hogy férkőzzenek, mert mindenem nem fogadtak szót nekem, így hát levertem. Na most már nézd, hogy fél a kicsi csupor is. Jaj, Kati, Kati! Hát mivel tudta annyi tányért menni? Mivel aztán hagy békig abban a rongyos több maggal? Jaj, Kati, Kati! Hát benne volt a pénzem! Ha miért utcsol oda? Menjünk hamar, fussunk utána! Hát ha utolérjük még a falu végén! Megismered azt a gyűrűt? Hát persze, hogy ismerem. Futottak jobbra is, balra is, erre is, arra is, de nem találták meg, mert az úgy kiment a falugó, mint a húzat. Kellett menjenek nagy búsa haza. Az ember el volt keseredve, hogy ilyen bolond felesége van. Gondolja magába, de hogy menjenek világgá, jó elvenni, s elzavarja a háztuk. Eltakarod innét, mert agyon vernek, mint ahogy te verted a csuprakat, eltakarod innét. Kati úgy megijedt, úgy elfutott, még te most is fut. Ha majd eljön, szóljon, aki látja.